Elrendelte az orosz csapatok visszavonását a Dnyeper folyó balpartjára a megszállt Herszon megyében Szergej Sojgu, orosz védelmi miniszter. Moszkva szerint az átcsoportosítással olyan erőik szabadulnak fel, amelyeket más pontokon támadásra is bevethetnek. Kijev azonban egyelőre semmi jelét nem látja annak, hogy az oroszok harc nélkül kivonulnának Herszon városából. Mihajlo Podolyák, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szerint a megszálló csapatok jelentős része a városban maradt. Emellett további tartalékokat vonnak be a régióba. Jaroszláv Janusevics, Herszon megyei kormányzó arra szólította fel a régió lakosait, hogy ne töltsenek fel a közösségi oldalakra felvételeket az ukrán fegyveres erők állásairól és műveleteiről, az ugyanis nehezíti az ellentámadást. Потрібно розуміти, ніхто нізвідки просто так не йде. Володимир Зеленський, ukrán elnök videóüzenetében kiemelte, a harcmezőn senki nem tesz semmit ok nélkül. Az orosz hadsereg nem jó szándékból hátrál Herszonban. Mindez az ukrán ellentámadás sikerének köszönhető. Az államfő kiemelte, az ukrán fegyveres erőknek továbbra is erőt kell demonstrálnia, ugyanis a megszálló orosz hadsereg és Moszkva is csak abból ért. Az ukrán hadsereg nagyszabású ellentámadása a megszállt területek felszabadítására szeptemberben kezdődött. Először a keleti Herszon megyében arattak jelentős sikereket. A hangsúly most áttevődött a déli régiókra. Joe Biden amerikai elnök szerint Oroszország csapatkivonása Herszonból bizonyíték arra, hogy Vlagyimir Putyin hadseregének jelentős gondjai vannak. A Fehérházban tartott sajtótájékoztatóján Biden elmondta, hogy már egy ideje tudták, hogy az oroszok hátrálni fognak délen. Recep Tayyip Erdogan török elnök pozitív lépésnek nevezte az orosz hadsereg visszavonulását a dél-ukrajnai Herszon közeléből. Mark Milley tábornok, az amerikai hadsereg vezetője, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerint Oroszország visszavonulása Herszonból lehetőséget adhat Kijevnek és Moszkvának a béketárgyalások folytatására. Joe Biden amerikai elnök készen áll a közös munkára és a kompromisszumra a republikánusokkal. Biden reményét fejezte ki, hogy a külpolitikát illetően folytatódik a kétpárti megközelítés, és töretlen marad Ukrajna támogatása az orosz agresszióval szemben. Az amerikai elnök eloszlatta a republikánusok korábbi aggályait, és hangsúlyozta, az Ukrajnának szállított katonai eszközöket az ukrán hadsereg csak védekezésre használja, orosz területre nem lő vele. Saját elnöki újraválasztási terveivel kapcsolatban Joe Biden megerősítette, hogy szándéka az újraindulás, ám hozzátette, hogy erre a kérdésre a jövő év elején fog visszatérni. Ilja Vityuk, az ukrán biztonsági szolgálat kiberbiztonsági osztályának vezetője elmondta, hogy Oroszország naponta több mint 10 kibertámadást hajt végre ukrán energetikai objektumok ellen. Szavai szerint ez nem érte váratlanul Ukrajnát. Ezen a fronton is felkészültek a védekezésre, ezért eddig egy sem volt hatásos. Hozzátette, hogy Ukrajna ezekre válaszul ellentámadásokat indít. Kijevi szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a háborús övezet mellett a világhálón is hatalmas harc zajlik, az azonban nem olyan látványos és szembetűnő az emberek számára. Az orosz csapatok csütörtökre virradóra nem hajtottak végre légitámadást, az ellenség rakétákat kezdett felhalmozni, hogy hatalmas új támadást indítson Ukrajna ellen, jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán fegyveres erők légierő parancsnokságának sajtószóvivője. Ihnat az ukrán televízió non-stop háborús adásának nyilatkozva elmondta, az ellenség nem hagyja abba a támadást Donyeck irányában. Nagyon kemény csaták zajlanak. Ebben az ellenség részéről sok repülőgépegység vesz részt. A mi légierőnk is működik. Harcosaink is teszik a dolgukat. A szóvivő elmondása szerint a megszállók látják, hogy az egyszeri rakéta vagy dróncsapások eredménye nem nagy, és a rakétacsapások, dróncsapások száma csökken. Szerinte ezért Oroszország valószínűleg tartalékokat próbál felhalmozni. Igazából, amikor hatalmas támadások voltak, amelyekből októberben 4-et hajtottak végre, az ellenség hónapokon át halmozta az erőforrásait. Valószínűleg valamiféle készletet halmoznak fel most is, hogy sorozattal csapjanak le. Ez nem kizárt, mert az ellenség nem hagyott fel a kritikus infrastruktúránk lerombolására irányuló szándékával, jelezte Jurij Ihnat.
A Kárpátaljai megyei ügyészség sajtószolgálata közlése szerint a megyei bíróság jóváhagyta a beregszászi járási ügyészség keresetét, amely szerint a bérleti szerződést felbontották, és egy 16 hektáros, több mint 90 millió hrivnya értékű földterületet adtak vissza a tiszapéterfalvai kistérségnek. A kerületi ügyészség vezetője elmondta, hogy a községi hivatal és a vállalat szerződésében az áll, hogy az említett helyszínen napelemparkot létesítenek. Azonban 3 év alatt a munkálatok nem kezdődtek meg. Így az ügyészség a megyei bírósághoz fordult a kérdésben. A vállalatot, amely a napelemeket tervezte kihelyezni, több mint 1,1 millió hrivnya tartozás megfizetésére kötelezték. Az ukrán-magyar határszakaszon közel 5000-en léptek be szerdán Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig közel 4000-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, az idegenrendészettel, az államvasutakkal, valamint a segélyszervezetek munkatársaival. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létfenntartási támogatásban részesülnek, az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket. Vadonatúj bútorok, kiságyak, játékok kerültek ebbe a beregszászi tanintézménybe. Hamarosan 45 kisgyerek járhat ide európai körülmények között óvodába. Az intézmény kívül belül magyar állami támogatásból újult meg. Kárpátalja katonai kormányzója köszönetét fejezte ki, hogy a segítség révén a háborús körülmények között is működtetni tudják a tanintézményeiket. Az ellenség lövi az energetikai infrastruktúránkat, de az intézményeinket sem kímélik. Ezt figyelembe veszik a külföldi partnereink, köztük magyar barátaink, és segítenek bennünket. Köszönet ezért, fogalmazott a kormányzó. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a fejlesztés átadóján arról beszélt, hogy a magyar kormány anyagi lehetőségeihez mérten minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel enyhíteni tudja az emberek háború miatti szenvedését, főleg ott, ahol sok nemzettársunk él. Örülök, hogy gyorsan, gyakorlatilag hónapok alatt elkészült a felújítás, és ma itt azt ünnepelhetjük, hogy szerényen természetesen a körülményekre tekintette, de mégiscsak itt több tucat gyerek kerül majd olyan körülmények közé, amelyeket bármilyen magyarországi vagy nyugat-európai település is megirigyelhetne, és az, hogy ez Beregszászon van, az különösen kedves a szívünknek. Az államtitkár Beregszászon egy leendő anyaotthont is felkeresett, amely szintén magyar állami támogatásból újul meg. Itt néhány héten belül Csonka menekült családoknak, édesanyáknak és gyermekeiknek nyújtanak majd menedéket. Ungváron ledöntötték az ukrán-szlovák határátkelő közelében 1970-ben felállított 11 méteres szovjet katonaszobrát. A 19 tonnás emlékmű annak idején a határ innenső oldalán lett felállítva, a Szovjetunió fasizmus felett aratott győzelmének 25. évfordulója alkalmából. 2014-ben a kialakult helyzetet követően kezdték tárgyalni az úgynevezett dekommunizációt, ami végül a 2015-ben kiadott törvény által előírt a szovjet érára emlékeztető szimbólumok eltávolításához, városok, utcák és vállalkozások átnevezéséhez vezetett az országban. A határ fölé magasodó szovjet katona eltávolítása régóta várt, és törvényes cselekedet volt Ungváron. A totalitárius rendszer szimbólumainak eltávolítását még májusban kezdeményezte a Kárpátalja deruszifikálásért nevű koalíció képviselete. Először is végrehajtottuk a 2015-ben hozott a dekommunizációról szóló törvényt. A legfontosabb, hogy teljesüljen az ukránok arra vonatkozó vágya, hogy eltűnjön minden kommunista szovjet szimbólum, amely ma azzal az agresszióval asszociálódik, amit az oroszok idén februárban elindítottak. Яку Росія
повномасштабно розпочала в лютому цього року. A szobor eltávolítását a katasztrófa védelem munkatársai végezték. A bronz óriásnak előbb a lábánál ejtettek néhány bevágást, majd drótkötél segítségével ledöntötték a talapzatról. Miután ledőlt a szobor, megvizsgáltuk a szobrot. Mint láthatták, meg volt repedve. Mit jelent ez? Azt, hogy darabokra kell vágnunk, mielőtt elszállítjuk, hogy ne útközben hulljon szét. A szobrot darabonként fogják elszállítani. A színes fém eladásából befolyt összeget valószínűleg a 128-as dandár támogatására fogják fordítani. Több lehetőség is van. A legjobb az, hogy a befolyt összegből a 128-as dandár számára szükséges felszerelést fogjuk beszerezni. Úgy gondolom, hogy senki számára nem kétséges, hogy ők a mi hőseink, hiszen ők írják az újkori Ukrajna történelmét. На відміну від цих бронзових героїв, котрі зараз творять історію України. Vadim Poznyakov, az Ukrajna dekommunizálása civil szervezet elnöke szerint ez már a 10. szovjet katona emlékműve, amit eltávolítottak Kárpátalján. Eddig összesen 30 a kommunista rezsim emlékét őrző emlékművet bontottak el megyénkben, viszont ez még mindig csak a negyede a ledöntésre váró szobroknak. Még maradt néhány szovjet katona. A járási központok közül nagyszőlősen áll még egy. A falvakban további 20-at találhatunk. Ezen kívül még számos sarló, kalapács és csillag is van. Ezekkel együtt még 70-80 szovjet emlékjel. A szovjet katona helyén az újkori Ukrajna hőseinek terveznek emléket állítani, többek között a kárpátaljai 128-as dandárban szolgálóknak. Tartós élelmiszerekből álló adománnyal érkezett a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub Kárpátaljára. A szervezet látogatásának első számú célja, hogy a helyben maradt magyar ajkú rászoruló családokon tudjon segíteni, hiszen a háború miatt sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A szállítmányt Péterfalvára és Csetfalvára juttatják el. Sátoraljaújhelyről, Magyarországról érkeztünk, a Rotary Klub felajánlását és adományait hozzuk Tiszapéterfalvára és Csetfalvára. Hát többnyire tartós élelmiszert, illetve higiéniás eszközöket tartalmaz a szállítmány. Most hozunk először adományt, és tulajdonképpen a két faluban lévő rászoruló embereknek gyűjtöttük az adományt. A budapesti és munkácsi bemutatókat követően a beregszászi olvasóknak is bemutatták a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács által kiadott Kárpátalja Magyar Szemmel című útikönyv ukrán nyelvű változatát. A könyv célja az volt, hogy az ukrán turisták is megismerkedjenek az adott tájegységek és turisztikai látványosságok magyar vonatkozású történetével. Alapvetően ugye a legnagyobb különbség nyilván a nyelv, tehát azért mi nagyon szép ukrán irodalmi nyelven lefordítottuk, és nem csak lefordítottuk, hanem átdolgoztuk az útikönyvet, hogy érthető legyen a ukrán olvasónak is, annak az ukrán olvasónak, aki mondjuk nem ismeri az ezer éves magyar történelmet. És ezt fontosnak tartjuk, hiszen azért a többség amúgy is belföldi turista volt eddig is, tehát azért 80-90%-ban Kárpátaljára belső Ukrajnából érkeztek. Hát így a háború után, akármilyen furcsa, de ahogy elmondtam bevezetőmbe is, hogy most is jönnek a turisták, jönnek a fürdőinkbe, jönnek a hegyekbe, jönnek a városnézésre, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ők megértsék azt, hogy kik vagyunk mi, miért élünk itt 1100 éve, miért jöttünk ide, mit teremtettünk, miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, hiszen mi azt látjuk, hogy 8 éve olyan erős, hát mondhatnám már így magyar ellenes propaganda folyik bizonyos ukrán sajtókba, és azért gondoltuk, hogy mi ezt leírjuk, hogy pontosan, és aki ezt megismeri, aki ezt elolvassa, én azt gondolom, hogy közelebb lesz a mi szempontokhoz, és megérti azt, hogy miért ragaszkodunk mi ehhez a földhöz, hiszen mi őshonos nép vagyunk itt Kárpátalján, tehát mi ugye mindenki azt mondja, hát ott van nektek az anyaország, rendben van, de mi nagyszülőink, dédszülőink itt születtek, tehát mi így éltünk, akár a csehek alatt, akár a Szovjetunió alatt, tehát kicsit mi már talán másképp is gondolkodunk, mint mondjuk egy magyarországi magyar, vagy egy erdély magyar, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy az ukrán is megértse, hogy miért ragaszkodunk ehhez a földhöz, miért fontos nekünk
ezek az értékek, és én azt gondolom, hogy ők is meg kell, hogy értsék, hogy ha mi nem leszünk itt magyarok, akkor tulajdonképpen ők is szegényebbek lesznek. Tehát sokkal gazdagabb Kárpátalja, Kárpátalja turizmusa, hogyha mi itt vagyunk, és ezt leírjuk, és ezt el tudjuk adni. Akár gasztronómia, akár kultúrán keresztül, így tulajdonképpen a turizmus is ez, amit át tudunk adni, és én azt gondolom, ez a két nép között egy kapos lehet, és nagyon reméljük, hogy békésen továbbra is együtt tudunk itt élni. A kiadvány szerkesztésében olyan szakemberek vettek részt, akik objektívan és a valós információkra hagyatkozva mutatják be az adott témákat. Ezért azt nem csak a turisták forgathatják, hanem a leendő idegenvezetők is fejleszthetik belőle tudásanyagukat, mondta Csizmár Sarolta, a KMTT alelnöke. Sokszor az ukrán idegenvezetők ugye ukrán nyelven nem találnak megfelelő irodalmat, akkor olyan irodalmat olvasnak, ami megjelent, és esetleg nem szakemberek tollából, ahol olvashatunk olyanokat is, ami elferdített, illetve tudatlanságból. Az, hogy nagyon sok dokumentáció, anyag a múltunkkal kapcsolaton magyar nyelven jelent meg, én azt hiszem ezért mi előnybe vagyunk, akik ismerjük a magyar és az ukrán nyelvet, vagyis két nyelvűek vagyunk, ezért ez egy nagy-nagy dolog az ukrán idegenvezetők számára, turisták számára, kutatók számára is. Tehát ez egy nagyon széleskörű közönséget szolgál ki ez a kiadvány, én úgy gondolom. A kiadványban jelenik meg először a Kárpátikum fogalma is, ami a magyarországi hungarikumok mintájára igyekszik egybegyűjteni az itteni termékeket és szokásokat. Azokat a fontos és csak erre a vidékre jellemző dolgokat foglalja egybe, amelyek itt honosak és itt erre a tájra jellemzőek. Kezdjem a szívemhez egyik legközelebb állóval. Ez a csali hordó, amit természetesen salánkon készítenek, és a csali hordó az egy dupla fenekű hordó, ami úgy működik, hogyha van rajta egy csap, és hogyha a csapot balra fordítom, vörös bort folyik belőle, a jobbra fordítom, akkor fehér bort folyik belőle. De hát persze nem csak ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgokról van szó, hanem szolidabb, egyszerű dolgokról is. Például Viskén még ma is nagyon sok a somfa, és ott ők nagyon finoman készítik a somlekvárt, de hát már ha van lekvár, akkor lesz belőle pálinka, és tehát valószínűleg máshol is van sompálinka, de azért a viski sompálinka az a miénk. De hát ne hagyjam már ki a beregi szőttest, a gyönyörűségünket, amelyik olyan ősrégi és autentikus, hogy valóban, aki nem is tudja az eredetét, az is rögtön ráérez arra, hogy ez egy csodálatos és nagyszerű dolog. És természetesen annyi minden az épített örökségünkből is, ugye a vereckei hágó, az is egy kárpátikum, és a vereckei hágón álló emlékmű is, meg a Munkácsi várban álló Zrínyi Olona és a kis Rákóczi szobor, és annak tekintjük, és sok minden más. Mondom, sok apróbb, a Kárpátaljára jellemző, vagy főként ránk jellemző dolgokat. Az úti könyv Berek Szászi bemutatójával a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szakemberei is csatlakoztak a Magyar Kultúra Ünnepének programsorozatához, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az Ungvári Dajka Gábor Középiskola is részt vett a nemzeti egységet jelképező összukrajnai tolbamondásban. Az intézmény diákjai eddig minden évben csatlakoztak az országos kezdeményezéshez, amit az Ukrán Írásbeliség és Nyelvnapja alkalmából szerveznek. Örömmel tölt el az engem, hogy a mi iskolánk minden évben részt vesz ebben az összukrajnai tolbamondásban. Úgy gondolom, hogy a gyermekeink számára ez fontos, hogy részesen legyen az egész országban levezetett tolbamondásnak, és végül is mi is számot tudjunk adni arról, hogy az ukrán helyesírásunk hol tart a többiekhez viszonyítva. Idén a nemzeti flashmobhoz csak a felsős diákok csatlakoztak az Ungvári Magyar Középiskolában.
Idén a 9-10-11 osztályok diákjait választottuk ki a tolbamondás megírására. Mivel elég sok tizedikes tanulónk van, ezért úgy döntöttünk, hogy elég csak ezeket az osztályokat bevonni. Az elmúlt évek során a 6-7-8-os diákok írták a Nemzeti Egység tolbamondását. Idén is nagyon várták már, hogy bevonjuk őket, de az ukrán nyelvi termünk férőhelyéhez kellett alkalmazkodnunk. A fiatalok szerint egy rádiós tolbamondást nehezebb megírni, mint amit az órákon szoktak. Viszont örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hogy így tesztelhessék tudásukat. Minden évben részt veszek a tolbamondáson. Mindig érdekes megtudni, hogy meg tudom írni vagy sem. Minden alkalommal azt gondolom, hogy nehéz lesz. Előfordul, hogy valamit nem tudok leírni, de sokkal nehezebb az elválasztó jeleket használni. Most kettős pont vagy gondolat jön, de végül minden jól sikerül. Az idei tolbamondás témája a Mesélj nekem az otthonodról volt. A háború miatt sokan kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat. Mindenkinek vannak kedves emlékei az otthonáról. Az első lépések, kellemes illatok vagy ehhez hasonlók. A felolvasott szöveget Irina Cilik költő és rendező írta. A felolvasást Ada Rohovceva, Ukrajna érdemes színművésze végezte. Ja, vdoma. Ja точно знаю, він вистоїть, виборситься, дочекається твого свильованого вигуку, я вдома. A diákok szerint bárki is olvassa a tolbamondást, mindig a saját tudomásunkra kell hagyatkoznunk. A saját tudásomra kellett hagyatkoznom, hol kellett pontot, kettős pontot, vesszőt vagy más írásjelet használni. Érdekes volt, érzelemdús, sok érdekes szó volt benne, még a vidékünkön ismert kredenc szó is szerepelt. Én először írtam ilyen tolbamondást. Tetszett, kicsit nehéz volt. Miután a tanár kijavította a tolbamondásokat, a diákokkal közösen megvitatták a tapasztalataikat, és megvizsgálták a legkirívóbb hibákat. A legjobbakat díjazták. Vannak nagyon jó eredmények is, hiszen a gyerekek sokat tanulnak és gyakorolnak. Átnézzük az írásokat, és a legjobbakat jó jegyekkel díjazzuk, amit a naplóba is beírunk. A tolbamondásokat mindenki személyesen is tudja ellenőrizni, ugyanis a flashmobot követő napon a szöveget közzéteszik az ukrán rádió és a Szuszpilne televízió hivatalos internetes felületén. Egy ilyen tolbamondás szövege általában 100-120 szóból áll. Minden évben speciális szöveget írnak erre az alkalomra, amely komoly kihívást jelent. Ezért nem mindenki tudja hibátlanul leírni hallás után. A kezdeményezés célja viszont nem csupán tudásfelmérés, hanem inkább az egység kifejezésének eszköze. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet tagjai dacolva az országban kialakult háborús helyzettel, az idén is folyamatosan szerveznek programokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ennek egyik helyszíne a Nagyberegi Tájház, ahová szeptember óta számos iskolai csoport tért be. Tudjuk azt, hogy igen, nehéz körülmények között folyik az oktatás, nehéz körülmények között tudnak programokat szervezni, akár csak mi is, hiszen mindenki érzi a külső hatásokat, és ez a mindennapjainkra is rányomja a bélyegét. Azonban azon igyekszünk, hogy ezt egy kicsit elfelejtessük a gyerekekkel, legalább egy-két óra erejéig, amíg itt vannak nálunk a tájházban. Mi, a Prokultúra Szubkárpátika szervezői úgy gondoltuk, hogy nem adjuk fel azt a programtervünket, és tovább is próbálunk ehhez igazodni, ahogy a korábbi években. Tehát szeptember végén elkezdődtek a foglalkozások a tájházban, és azóta folyamatosan minden héten jelen vagyunk. Nyilván meg kell felelnünk a kötelező szabályoknak, előírásoknak a jelenlegi helyzetben is. Ennek igyekszünk eleget tenni a foglalkozások alkalmával, ha úgy adódik, de mindig abban reménykedünk, hogy ez nem zavarja meg a programunkat. A mai nap folyamán
Márton napra készülünk. Én úgy mondtam el a gyerekeknek, hogy megelőlegezzük a Márton napot, hiszen ugye két nap múlva lesz csak jeles nap, de ez a program mindig helyet kap a nagyberegi tájház foglalkozásai között. Általában ilyenkor kézművességet és mondókázást iktatunk a programba, tehát ezzel telik a mai délelőtt, ahogy a korábbi években is. Beszélgettünk egy kicsit a gyerekekkel Márton napról, Szent Mártonról, mert azt tapasztaljuk, hogy nem igazán ismerik, úgyhogy elmondtuk a jeles nap, beszélgettünk a jeles nap vallási oldaláról is, megemlítettük a népi időjóslást, a gazdasági vonatkozásait ennek a napnak, tehát most már egy kicsit közelebbről megismerték ő is Szent Márton, vagy azt, hogy miért kapcsolódik például a liba pont a Márton naphoz, és ahogy most mögöttünk is, ugye jelen pillanatban mondókázással telnek a percek. A kézművesség során libákat készítettek fonalból, úgyhogy a fonal megmunkálást is gyakorolták. Most pedig Szilágyi Gabriella vezetésével népi gyermekjátékokat tanulnak, szintén mind Márton naphoz kapcsolódik. Eközben a kemencében édesség készült nekik, nem mindennapi finomsággal vártuk most a gyerekeket. Sütőtököt készítettünk, és túróval töltött almát fognak enni a program végén. Ott jártunk, kor a Nagyberegi és Vári Középiskola alsó tagozatos diákjai tudhattak meg többet Szent Márton életéről játékos formában. Mindig nagyon nagy örömmel jövünk ide, mi már nem először vagyunk itt, hanem voltunk már vagy háromszor, és nagyon örülünk, mert olyan néphagyományokkal, olyan népszokásokkal találkoznak itt a gyerekek, amire nem mindig jut nekünk idő az iskolában. Itt felevelemítik, mi pedig megismételjük velük, hogyha sikerül. Nagyon jó itt, mert vesznek most ugye játékokat, vettek mondókákat, illetve kézműveskedtek, amit pedig nagyon szeretnek elvégezni a gyerekek. Én úgy érzem, itt tudnak ők is beépülni ebbe a magyar közösségbe, és itt ezek a gyerekek, akik most velünk vannak, ők is igen, nehezen szoktak feloldódni, viszont utána belejönnek ebbe a népi játékokba, a népi énekekbe. Ezek a hagyományok, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy majd teljes értékű felnőtt emberek legyenek, akik példát mutatnak, ahhoz kell, hogy ilyen alkalmak legyenek, és nagyon örülünk, hogy itt Nagyberegen van egy ilyen tájház, ami nem csak nekünk, hanem más faluból jövőknek is példát mutat, illetve átadja az értékeket. Én nagyon szeretek idejönni, mert nagyon sokat tanulunk a múltról, hogy mit történtek régen, hogy csináltak minden, és nagyon jó volt ez a történet is, a Márton napról tanultunk, és nagyon tetszett. A liba készítés is nagyon tetszett, nagyon jó volt. Az iskolások a nap folyamán szakavatott kézműves oktató segítségével pamutfonalból kislibákat készíthettek, amit azután haza is vihettek, hogy még sokáig emlékezhessenek a tájházban eltöltött időre. Én nagyon fontosnak tartom a munkásságom során, hogy átadjam a hagyományainkat. Ebbe azért bele szoktam vinni egy kis újítást is. Ugye most már nagyon sok modern eszköz áll a rendelkezésünkre, például kicsit felgyorsítja a munkafolyamatot a ragasztópisztoly, vagy ugye már vannak hurkapálcikák. Szóval nem teljesen autentikus, amit készítünk, viszont hagyományos, mert a Márton naphoz köthető. Kislibák készülnek, a gyerekek nagyon élvezik. Ehhez fonalat használunk fel, illetve filcanyagot és hurkapálcikát, valamint tollakat. Közben pedig mesélek nekik a hagyományokról, milyen hagyományok éltek akkoriban, illetve hogy mik azok, amit mai napig meg tudunk eleveníteni akár otthonainkban is. Legyen az mondjuk egy Mártonnapi libasült, vagy pedig hazavisznek egy ilyen kislibát, és akkor fogják tudni mihez kötni ezt az itteni alkalmat és a Mártonnapot is. A Nagyberegi Tájház programjai között szerepel az előttünk álló adventi időszak szokásainak felelevenítése. A programszervezők Kárpátalja minden régiójából szeretettel várják a kicsiket és nagyokat, akiket érdekelnek dédszüleik hagyományai és szokásai.